Üdvözlök mindenkit a YouTube csatornámon! Képzeljétek el, én a 2023-as év utolsó és a 24-es év első hetét Finnországban töltöttem a mínusz 35 fokban. 21-ben anno én dolgoztam együtt Demeter Helgával, Szári Szelkában, két norvég munkám között, és akkor annyira beleszerettem ebbe a tájba, hogy azóta visszavágytam. Én terveztem kimenni a télen, volt pár hotel kontaktom együttműködéssel kapcsolatban, amikor eszembe jutott Helga, hogy ő megint kint dolgozik szezonálisan, váltottam vele pár szót, és mint kiderült, nála van szabad szoba, és nagyon örülne, ha lenne társasága. Úgyhogy úgy alakult, hogy kimentem hozzá két hétre. Applikáción belül például a helyedet a barátaiddal, hogy nem kell egymás kezét fogni és úgy sielni. Mindig tudjuk, hol a másik. Itt van a buszmenetrend az applikációban. Igen. Tehát itt látod, hogy mikor jön a következő busz és melyik helyen. Nagyon jól elsétálgatunk itt a semmi közepén amúgy olyan. És most csak egy boltba megyünk? Boltba megyünk, de ez a város közepe. Ja. Szóval ez a város közepe. Nagyon tetszett, amit mondtál, amikor elindultunk, hogy 11 óra van, siessünk, mielőtt besötétedik. Már dél van. Ránk sötétedik. Első napomon, amikor megérkeztem, gyorsan elmentünk Helgával a boltba, és körbemutatott a városban, hogy másnaptól, amikor ő dolgozik, én nyugodtan tudjak sétálgatni. Ez vagyok én. Most, hogy 11 óra van végre, így el lehet indulni, sétálni egy kicsit, mert kivilágosodott. Ami kb. Így néz ki, szürkület, van egy kis hó. Körülbelül délután 2-ig. Fél 3 körül már megint elkezd sötétedni. Egy ismerősnél alszok, Demeter Helgánál, nem titok. És így néz ki, itt van a kis házikó. És kb. Egy 10 perc séta be a városig, úgyhogy majd, ha megyek snowboardozni, akkor ezt az utat kell megtennem. Bementem a városba, és a sípálya lábánál nagyon sok helyi kis különlegességet lehet kóstolni, mint például forralt bort, forró csokit, vagy pedig házi, helyi pillecukrot, és én megkóstoltam az áfonyásat. A mai napom úgy nagyon izgi lesz, úgyhogy nagyon-nagyon várom. Képzeljétek el, snowmobilozni fogok, amit először és utoljára Alaszkában csináltam 2019-ben. És most befizettem egy olyan túrára, ami este 7-től 10-ig tart, és kimenjünk a semmibe, a világ végére, ahol nincsen semmilyen világítás, és megpróbáljuk elkapni az északi sarkfényt. Ugye hát ez olyan, hogy ilyen időben nem sok esélyünk van rá, de ha nem lesz északi sarkfény is, izgi lesz a dolog, snowmobilozunk. Úgyhogy ez lesz a ma esti programom. Szarrá fogok fagyni. Északi fényeket sajnos nem láttunk, de pont akkor készültek az éjféli, újévi tűzijátékokkal, és végig ezeket néztük a fejünk fölött. Majd megálltunk egy kis faházban, ahol tüzet raktak a guide-ok, és sütöttünk egy kis sausage-ot, majd mentünk tovább, és végül összességében 2 órát a szép, fagyott, havas fák között snowmobiloztunk. Hallottatok már az ice kartingozásról? Az ugyanaz, mint a gokart, csak jégen. Na, ezt fogom ma csinálni. Jelentem mínusz 18 fok van, és most kezd egy kicsit világosodni 11 órakor.
eddig ma van a leghidegebb. A szempillám már összefagyott annyira, hogy alig tudom kinyitni. Oda fagyott a hajszálom is hozzá. Csak én gondjázni kell, mert ha megmozdítom, akkor eltöröm és letöröm és leszakad. Olyan érdekes, hogy annyira hideg van, hogy a telefonom nem akar fókuszálni. És olyan kár, pedig olyan szép képeket, videókat csinálnék. Ezt nézzétek, milyen helyen vagyok. Basszal ráfagytam, de ezek a színek... Hát ez a szóvilletet! Nem elestem. Szóval, ezek a színek, ez valami hihetetlen. Már... nem tudok megmozdulni. Ide fagytam. Összefagyott. Nem tudom kinyitni. Hogy ígértem, mutatok nektek valamit. Mondtam, hogy amit látni fogom, csinálni fogok róla nektek videót. Az éjszaki sarka itt fölöttem, itt volt. Amúgy mindig, amikor már elindulnék befele, akkor erősödik meg. Úristen, egyre nagyobb, nézzétek, ott mozog. Ha nem lenne felhős, akkor vagy ködös, akkor még jobban látszana az, hogy hogyan mozog és hogyan alakul az egész. Hoppá. Bocsánat. Ne, jön egy autó. Közben nézem, hogy áll a másik vége. Sőkör, úton felfele. Elfáradtam abban, hogy elsétáltam idáig. De gyönyörű szép a kilátás mindenfele. Hát ezért a kilátásért érdemes volt felkelni korán reggel amúgy. De ez gyönyörű. Csak hogy én is benne legyek. Meg volt az első kör, rohadt jeges a pálya. Most egy másikon megyek fel, tehát az előbb ott mentem, most ezen az oldalt megyek, mert valahogy ezen az oldalt maradtam a pályán, és emelkedik a másik oldalra, szóval nem tudtam felvenni. Úgyhogy most megnézzük ezt, hova visz. De amúgy nagyon-nagyon szép a kilátás, nagyon adom. Ezt nézzétek! Ezt a tájat! Tetszik ez a lift, mert annyira szeles odafent az idő, hogy van egy ilyen kis buborék, amit ráhúzhat. Úgyhogy itt csak a lábam fagy meg, nem baj. Nagyon szép odafent a napfelkeltel, ami egyben ugye napfelente is, ugye január 1-ével megjelent a napocska itt Finnországban. Úgyhogy amit az előző videóimban láthattatok, kicsit felbukkan a horizonton és le is megy kb. Egy óra múlva. Most én addig elvezzük ezt a gyönyörű napsütéses időt a minusz 30 fokba. A második nap. Sokkal hidegebb van, mint tegnap. Egy réteggel több van rajtam. A kilátás a szebb. Minusz 28 fok van, telefon szerint minusz 35-nek érződik a szél miatt. Úgyhogy a szemüvegemre kíváncsi leszek, hogy mikor fog befagyni, mert addig tudok bordozni.
szép a kilátás, nem tudok betelni vele. Gondoljátok el, milyen hideg lehet, hogyha a sípája, ahonnan az elmúlt két napban indultam, egy csomó felvonó bezárt a hideg időjárás miatt, és ingyen busz üzemel, hogy áthozzon engem a sípája túloldalára, hogy hát azért nehogy már ne tudjak síelni és bordozni. Úgyhogy minusz 36 fok! Halljátok, ez még mindig ugyanaz a felvonó, amin elkezdtem a videót 10 perccel ezelőtt. Már görcsöl a lábam, befagyott a pics. Még mindig nincs vége, de legalább gyönyörű a kilátás. Felbukkant a napocska mögöttem, és szerintem már mindjárt a végére érünk. Szóval elbasztam, mert lehetett volna még fentebb menni, de ki van írva, hogy ugye szállj le itt, de valószínűleg akkor ez csak egy opció. Szóval legközelebb megyek még, és akkor kb. 25 perc lesz ez a felvonó, nagyon jó. Szóval én magátom itt, mert gyönyörű a kilátás. Egyszerűen, mint én azt gondoltam, de legalább szép. Hát minusz 36 fokban nem tolonganak az emberek a sípáján, az biztos. Kilátás az csoda, de én már ide fagytam. Itt vagyunk. Ez egy fa. Megvan a mérjöttünk. Hát szia. Ez milyen durva. A másik oldalára. Amúgy... Ah! Bocsi! Jól vagy? Jaj, hát figyelj! Valahol Mauritiuson lennék egy koktél, egy pinyakoládával a kezemben. Eljjjj, itt vagyunk a hegytetőn! A mínusz 26 fokban! Szét vagyok! Basszus, szerintem ez biztos, hogy van egy 15 cm jégezen. Miért ilyen magas, Ruzsina? Ilyen magas? Az is be van fagyva. Ez egész. Sziasztok, fiúk, lányok! Ilyen az élet az északi sarkkörön. Ne gyertek ide! És itt, nézd a kerítés háta mögött, Fruzsi, itt. Ja. Itt meg van egy két méteres hó. Ja, igen, azt nem tudom. Hát én ezt nem bírom. Nem jutok szóhoz, hogy ez most óriási és nagyon erős. Nagyon jól néz ki. Elindultam a Mikulás városába, Rovaniemibe, és kérlek szépen 9:07 van, és ilyen sötét van. Most vettem észre, nem látszik semmi a videóban belőlem.
és megyünk a meguláshoz, ott leszünk Rovaniemiben 2 napot, vagyis leszek veletek, ezért a többes szem. Ja, és halljátok, a mínusz 36 fok után ez a mínusz 8 óriási különbség. Nagyon durva, úgyhogy nagyon örülök, hogy kevesebb réteget vettem fel. Holnap Rovaniemiben állítólag plusz 1 fok lesz. Megérkeztem Rovaniemibe, és rájöttem, hogy a... Háj! Beszélgettem a Mikulással, ez kurva, futnom kell a buszhoz. Jó, még van 4 órám, szóval futnom nem kell. De hát ez nagyon cuki volt. Ez jó. Szóval hát a Mikuláshoz megyek amúgy, de hát itt a Mikulás van. Megyek a Mikulás faluba, az eredeti Mikulás faluba, Santa Claus Village-be. És ez még egy fél óra busz innen minimum. De nagyon-nagyon rossz ez az egészben, ebben a hidegben az, hogy a mínusz 30-ban felöltözöl nagyon melegen, hogy a mínusz 30-ban te ne fázzál. De tegyük fel, be akarsz ülni egy boltba, be akarsz ülni egy étterembe, vagy felülsz egy buszra, azon a buszon plusz 20 fok van minimum. Na, buszon vagyok, ott találtam, hogy melyik kell, még csak most szállnak fel az emberek, annyira sokan nincsenek. 8 euró volt, és 15 perc állítólag a kiírás szerint. A Google szerint fejem van, hogy a 60 éves vendég. Kezdek a fénye. Szóval, a telefonom szerint 30 perce. Mindegy, lényegtelen mennyi. Mindjárt megérkezek a Mikuláshoz. Megérkeztem a Jólopókinak a házába. Imádom ezt a szót. Szóval itt van egy csomó kafé, restaurant, gift shop. Jó játék szereteknek, karácsonyfa, nem mutatom meg te gyorsan ezt a fő épületet. Mennyi ajándék! Ez igen. Nézzük, mik vannak még itt. Játszótér. Nagyon szép. És megérkeztünk a Mikulás házába. Ez egy kész labirintus, mire odaérünk a Mikuláshoz. Ah, itt egy óriási sorban állás van, nagyon. Hát én úgy döntöttem, hogy ezt nem fogom kivárni, tehát itt lent végig, emeleten végig. Brutális sorbanállás van, eddig nem haladott a sor egyáltalán, még itt álltam, úgyhogy én kihagyom a Mikulás bácsit, nagyon szép helyen lakik, nagyon cuki kis házikó, meg nagyon aranyos kis út vezet ide be hozzá. Ugye lenne egy gyerekem, akkor vele sorban állnék.
nagyon kellett egy kis idő, mire rájöttem, hogy miért állnak itt az emberek, és integetnek a semmibe, nézek odafel, nem látok semmit, nem látok kamerát, nem látok semmit, mit így. Aztán csak megláttam, ott van egy kamera, és rákerestem, úgyhogy megtaláltam saját magamat, figyeljétek. Most? Nagyon jó. Szóval elmondhatom, hogy itt álltam az északi sarkörön, Rovaniemiben, a Santa Claus Village-ben. Most megnézzük Mikulásnak a szarvasát. De jó, találkozhatunk a Mikulásnak a szarvasával. Hát erre kíváncsi vagyok. Ez nagyon cuki kis hely, ez nagyon tetszik. Nagyon édesek a szarvasok. Befizetni nem fogok ilyen túrára, mert ez olyan, hogy 400, 1000, vagy 3 méter, vagy 3 kilométer lehet velük menni. És hát én ilyenekre nem fizetek be. Azt hittem, hogy van olyan opció, hogy csak be lehet menni, megnézni őket, megsimogatni őket, de elsétáltam oda a kerítéshez, ahol itt vannak. Úgyhogy mindjárt csinálok róluk képeket. Ne cukig! Úristen, de aranyosak! Ki szeretném bontani a pezsgőmet. Megérkeztem ebbe a hotelbe, akikkel képzeljétek el, már hetek óta e-mailezgetek, és végül is egy együttműködésben egyeztünk meg, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon vártak engem, és olyan aranyosan fogadtak engem. Van egy aranyos kis szöveg, ami kifejezetten az én nevemre szól, akkor a hátulján egy kis tipp Rovaniemiről, hogy mit érdemes megnézni, és hasonló. Kaptam tőlük Culture Pass-t, szóval 3 helyre mehetek be ezzel a helyel, ahol tanulhatok egy kicsit a finn kultúráról. Akkor kaptam egy óriási gyümölcstálat, kaptam őt, van minibár, és van sauna. És így néz ki a szoba, ott van az ágyon amúgy a gyümölcstálam, tükör, és gyönyörű fürdőszoba. Na jó reggelt kívánok! Ez az utolsó olyan napon Finországban, amikor tényleg igazán van programom. Holnap még elmegyek egy-két helyi kultúrházba, múzeumba, stb. De amúgy ma egy olyan helyre jöttem, aminek az a neve, hogy Snow World, ugyanúgy a Mikulás házába, tehát a Santa Claus Village-ben vagyok most is. Most szálltam le a buszról. Érdekes tény Finnországról. Finnországban is intenek egymásnak a buszsofőrök, és ezen a buszon például csak kártyával tudtam fizetni buszjegyért. Ezt igazán beiktathatnánk otthon is. Amúgy ez már nagyon egy kártyás világ itt. Szóval ez a Snow World, ez olyan, hogy ilyen felfújhatós matracokkal lehet egy jeget. Nézzétek, 0 fok van a mínusz 40 után. Olvad a fáról a hó. Szóval felfújhatós matracokkal lehet a jegen hóban kialakított pályán csúszkálni, és lehet jégkorizni, van jégbár, jégétterem, jéglabirintus. Snowman World az a neve. Kaptam egy térképet, és nézzétek, ez jégből van. Ez jégből van, gyerekek. Mi az Isten, ez kurva jó. De jó hideg van. Ez mekkora? Ice slide. Snow slide, snow restaurant, ice bag. Ó, ez kurva jó. Labirintus.
Hát mit csinálják először, azt se tudom. Ice skating. Én csúszdázni akarok. Jó, ez nagyon cuki. Ja, hogy ez ilyen csúszda. Ne szivassál. Na jó, Alaszkában csináltam ilyet utoljára 2018-ban. Úgyhogy ezt most újra ki kell próbáljam. Kettő is van. Várjátok, átjövök ide. Jó van, Elsa! Hú, ezt letállva kellett volna. Jó, ez nagyon jó volt. Na, menjünk a másik fajta csúszdához. Azt mondja, hogy van labirintus is. Azt is megnézzük majd. Big and small snow slide. Szóval itt veszem fel ezeket. És én elindulok, hogy jelen fel kell sétáljak itt. Aha, itt. De jó, itt felsétálok. Na hát én fogok magam a helyet. Ilyet? Hú, ennek aztán van súlya, hogy nem mondja. Én ezt kicsit kiürítem. Nem, mint ha nem lenne tök mindegy. És ezt fel kell odahúzni. Vagy a sorban állás. Na jó, ez jobb, mint az ájkózás. Sokkal jobb. Csak csinálni kéne nekik ide valami liftet, amire csak ráállsz és felvisz. Na jó, lecsúszok még egyszer a másikon. Aztán megyek a labirintusba. És utána jégkorizni akarok. Ezer éve nem koriztam. Nem úgy egész napos belépőm van. Úgyhogy úgy élvezem, ahogy akarom, kibe járkálhatok. Itt a Mikulás háza. Szóval megyek be a Disco Ice Bar Restaurant helyre, ahol nagyon cuki folyosó vezet el odáig. Ez nagyon király. Kérlek szépen. Micsoda, hej! Az ilyen. Mi a... Hogy tudnak ilyeneket csinálni emberek? Ez nagyon durva. Ezt jól látom, hogy ez egy gomba. Az meg valami hernyó. Ez nagyon cukik meg este. És most eljön az egész hely. Egy jég bárban ülök. Gyerekek, ez az étterem. Ez a jég étterem. Annyira brutálisan néz ki. Vajok ezek a hóba vésett dolgok. Azt a... Ez a kedvenc halom. Cuki kis pufferfish.
És halljátok, nincsen hideg. Tehát most fel vagy öltözve úgy, ahogy kint is lennél, overall, stb. És egyáltalán semmivel nincsen hidegebb. Simán meg lehet enni itt egy fasz a forró levest. Bakker! Ilyen szép dolgot! Aj, ez nagyon durva. Na megnézzük, hogy milyen ez a labirintus. Végig sétáltam az étterem részén. És szóval a kesztyűt. Itt ez egy térkép? Vajon? Figyelj, én beállom az egészet. Aztán majd magam kitalálom, hogy merre kell menni. Egy hólabirintusban vagyok. Ez nagyon gyerek az első, aki eltéved és így sikítozni fog. Basszak, ez a durva. És tudjátok már durva, hogy ma már az eső esett, 0 fok van. Megjöttem a kisgyerektől. És ezek nem olvadnak el, tehát két napja még... ez egy zsákutca. Két napja még -40 volt. És hiába van csak úgy 0, ez a hómennyiség, az nem fog csak úgy elolvadni. Úgy nem, nagyon sok opció van, halljátok. Amúgy... ez nem sokan rossz. Na, találtam egy lyukat, azért szabad kihagyni. Ha még egy, de ezt ki lehet kerülni. Fingam sincs, hol vagyok. Na, ez lesz a kiút, itt már jártam. Itt még nem. Itt fogok kijönni. Ez elég jó. Ezt nagyon tetszik. Na, menjünk jégkorizni. Na hát, inkább 10 éve álltam utoljára. Vagy mi volt rajtam jégkori? Hú, bazeg! Hogy én mekkorát fogok esni? Csak megy ez. Na, sziasztok! Képzeljétek el, délután 3:30 van kb. Végeztem ebben a csodálatos snowboard szórakozó helyen, téli vidám parkban. És feltettem meg egy pár kérdést. Megkérdeztem most őt, mielőtt léptem, mert most már megyek a buszhoz, hogy mettem, eddig vannak nyitva. És akkor mondta, hogy hát ugye időjárás függ, hogy mikor kezdenek. De általában szintén időjárás függ, hogy meddig vannak nyitva. De általában március közepe fele az, ameddig nyitva vannak. És akkor, amikor kezdik az egészet, akkor 2 hónapba telik az, hogy ők ezt az egészet felépítsék. Itt van nem messze egy tó, ami ugye befagy. Annyira, hogy kb. Minimum 40-50-60 centi jég van a tavon. És azokat ők kivágják, és hozzák el ide, amiből felépítik az egésznek az alapját. És utána hívják a művészt, aki csinálja ezeket a sculpture-öket, ezeket a szép bevágásokat a hóba. Ezeket a szép mintákat, úgyhogy nagyon király, ez egy 10/10 minimum, ez egy kurva jó szórakozó hely és időtöltés, nagyon-nagyon tetszett. Ez haverokkal, barátokkal, családdal még jobb, természetesen én ugye hozzá vagyok szokva, hogy egyedül szórakozok, de élőztem 1-2 órát, úgyhogy kb. 300-500 ember velem volt, és bemutattam nektek is. Mikulást megint kihagytam sajnos, most megnéztem, sokkal kisebb sor állt, mint tegnap, kb. 10 ember volt előttem, de ott jöttem rám, amikor sorban álltam, hogy én nem akarok pénzt kiadni arra, hogy egy képet megvehessek utána a Mikulásra. Nekem ez így annyira nem nagy szám, úgyhogy én ezt kihagytam, inkább mások eltem a pénzt, inkább arra, hogy ma este vacsorázok egy jót a hotelben. Úgyhogy ez volt a mai napom. Csodás volt, nagyon-nagyon tetszett és kellemesen elfáradtam. Hát ugye itt már ilyen sötét van ilyenkor, ezt már megszoktuk, és most sétálok a buszhoz, és egy 10 perc múlva már a hotelben.